Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás július hónapra az ikrek jegyében születetteknél. Először kezdeném, mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint július elején a nap még az ikrek jegyében van, megvilágít valamit, utal a havi témára, itt a könnyűségről van szó, a kapcsolatokról, a kommunikációról. Merkur bolygó és Vénusz bolygó, az a bika jegyéből hat, itt is kommunikációról van szó, Vénusz bolygó hatása alatt a párkapcsolatról, vagy egy kreatív tevékenységről. Vénusz bolygó az lehet egy hölgy is, aki most így kihat rád, hiszen keresi veled a kapcsolatot. Mivel a bika jegye a szomszédos jegy, ez jó hatással van, itt megvan a közelség, a bizalom, mint jó szomszédoknál. Itt ezekben a kapcsolatokban, ezeknél a beszélgetéseknél rendezheted az anyagi dolgokat. Mars bolygó az a kos jegyéből hat, tehát a tűz eleméből, és az jó hatással van az ikrek jegyére, hiszen az ikrek jegye az a levegő eleme, Mars bolygó a tűz elemében van, és a tűz eleme, és a levegő eleme barátságban áll egymással. Ez egy jó hatás, ez ad életerőt, lehet egy férfi is, aki segít. Jupiter bolygó az a halak jegyéből nincs jó hatással, az ikrek jegyére itt igazságtalanságokról van szó. Az is lehet, hogy egy bírósági ügynél ér ez az igazságtalanság, vagy nem mennek előre az események. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és ez segít, hiszen a vízöntő jegyében van, szintén a levegő elemében. Ez jó hatással van az ikrek jegyére. Július 13-án teli hold van, itt kell egy hely, ami erőt ad számodra. Július 28-án új hold van, ez azt jelenti, húzódj vissza, meditálj valami felett, különösen, ami a kapcsolatokat illeti. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele halad. Itt megállnak egy pillanatra az események, és ez a visszatekintő mozgás, ez jelenti a múltat, de arra is utalhat, hogy van egy bírósági ügy, ahol minden úgy megáll, visszafele kell tekinteni, valamit még átvizsgálni a múltból. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Mielőtt kezdenék, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ezt a havi jóslást megrendelheted nálam, akkor az személyes és passzol a helyzetedre, a díjam 3500 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és fölötted nincs kártya. Ez jelenteni a gondolataidat, a terveidet, de mivel nincsen itt kép, az azt jelentheti, hogy nem engeded meg azt, hogy mások bepillantsanak a gondolataidba, vagy azt is jelentheti, ha tervezel valamit, akkor ne beszélj erről, hanem itt a könyv jelenti, légy zárkózott. Előtted ez a kála virág és a gólyák jelentik a változásokat, itt tisztázódik valami. Mögötted az utak jelentik a lehetőségeket, vagy ebbe az irányba, vagy abba az irányba. Jelenti azt is, hogy komoly döntéseket fogsz hozni. Ha te egy férfi vagy, akkor itt jelensz meg a képen. A hölgyeknél ez a férfi természetesen jelenti a lelki társat.
a fölötted lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél azt szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát eltávolítanak bizonyos kártyákat, ebben az esetben eltávolítanak bizonyos gondolatokat, ami eddig nyomasztott téged, negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Tehát itt tanulsz valamit. Amit ez a torony még jelenthet, a korlátozások, az egerek el tudják távolítani a korlátozásokat, és akkor hamarosan előre mennek itt az események, ami erőt ad számodra. Ez a könyv jelentheti a tudásodat, de mivel az egerek ezt eltávolítják, úgy érzed, hogy mások nem veszik ezt észre, hogy mennyire tehetséges vagy, és ez korlátoz itt téged. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy bírósági ügyet is, de mivel az egerek eltávolítják ezt, előfordulhat, hogy nem mennek most előre az események, ahogy mondtam is, hogy Jupiter bolygó most nincs jó hatással az ikrek jegyére, tehát vannak még igazságtalanságok. Itt lesznek változások, rendeződik valami, kitisztul valami. Itt ez az ostor jelenti azt, ami fáj. Ha te egy hölgy vagy, akkor te is összefüggésben állsz ezzel az ostorral, de ez a férfi is összefüggésben áll ezzel az ostorral. Ezek lehetnek fájdalmas emlékek, de ez most elmúlik, hiszen a kasza eltávolítja az ostort. Azt is jelentheti itt számodra, hogy szeretnéd megkapni az elismerést, vagy hogy mások felnézzenek rád, de mivel nem így van, ez fájdalmas számodra. És pontosan ebbe az irányba tekintesz, ezt szeretnéd tisztázni, hogy változzon valami a helyzeten. Az alattad lévő kártyák, ez a virágcsokor, a nap és a ház jelentheti azt, hogy megszépítesz valamit az otthonodban, vagy a ház jelentheti a családi kapcsolatokat is. Itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, és a nap jelenti azt, hogy itt tisztázódik valami, kitisztul valami. Ez a férfi ebbe az irányba tekint, a madarak jelentik a könnyűséget és a kommunikációt. Itt a munkáról, a hivatásról van szó, és a kutya jelentheti a barátságokat, vagy ő hűségesen ennél a munkánál szeretne maradni. De neki is tisztáznia kell itt valamit, fontos beszélgetések várnak rá. És mögötte itt van a gyűrű, ami jelentheti a kapcsolatokat, a szerződéseket, és a kulcs az ő magabiztonságát, azon kívül a lehetőségeket, hogy itt kinyílik egy új kapu számára. Ez a kígyó és a fa mindkét kártya jelenti az egészségügyi témákat, vagy a gyógyító erőt. Itt a nap szintén az élet erőre, erre az energiára vonatkozik. Ez a kígyó lehet egy nő is, például egy kolléganő, hiszen egy vonalba áll ezzel a horgonnyal, és a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást, de az egerek eltávolítják, tehát előfordulhat, hogy ez a nő elbúcsúzik ettől a munkahelytől, lehet, hogy költözködés miatt, hiszen itt megjelenik az otthona. Ez a kártya, ez a hölgy lehet az ő anyukája, vagy a te anyukád is,
hiszen itt egy idősebb nőről lehet szó, amire a koporsó utal, és megjelenik a gyermek, tehát egy idősebb nő és a gyermek kapcsolata, az anyukád, vagy az ő anyukája. Itt lehet betegség, de látható a gyógyító erő, itt van a szerencse, az életerő, és itt megjelenik a gyógyulás is, tehát javulni fog a helyzet. A halak jelentik az anyagiakat, és pénz jön a házhoz, itt a szerencse. Ez lehet egy nyeremény is. A hajó jelenti itt a reményt, de lehet külföldi kapcsolat is, hiszen itt megjelenik ez a levél, tehát egy hír külföldről, vagy lehet egy ajánlat, egy szerződés is. Itt a virágcsokor jelenti azt, hogy ez a levél szerencsét hoz, és ez jöhet külföldről, és itt az utak jelentik a változásokat, a döntéseket, a lehetőségeket. Tehát ez lehet egy új irány, és itt ez a kép jelenti azt, hogy megvan akkor az elismerés, a nyilvánosság. Ami az anyagiakat illeti, itt van a szerencse. De a múltban valami itt átláthatatlan volt, különösen az anyagiak terén, és itt a hold az utalhat az édesanyára is. Tehát itt vannak családi kapcsolatok, az ő anyukája, vagy a te anyukád, és itt voltak a múltban anyagi témák, ami átláthatatlannak tűnt. Itt most meg lesz a szerencse, tehát javulni fog a helyzet, itt tisztázódik valami. Ezek lehetnek szerződések is, ami az anyagiakat, az otthont, vagy egy ingatlant illet. Itt a háttérben látható a ravasz róka. Ez történt a téli hónapokban, valaki becsapta őt, vagy téged, hamisság a háttérben, de ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezt a helyzetet, vagy ezeket a kapcsolatokat. És megjelenik akkor itt ez a kereszt, ami utal a hitetekre, a kármikus kapcsolatra, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy jelentett változásokat, hiszen elérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt szerelemről, vagy szeretetről van szó. A gyermek itt jelentheti természetesen a gyermekeket is, de utal egy új kezdetre. Most megtekintjük az egyes heteket. Itt lesznek változások, valami tisztázódik. Itt van melletted ez a kép, az utak, amikor vannak itt lehetőségek, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez kihat a munkádra, kihat a munkahelyre. Itt a könyv jelentheti a tudásodat, vagy egy tovább képzést, ahol itt ki tudsz építeni valamit, de az egerek eltávolítják jelenleg ezt, mert nem a megfelelő időpont ezt az iskolázást indítani. Itt ez a torony jelentett hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Ez lezárul, de jelentheti azt is, hogy jelenleg minden úgy megáll, olyan titokzatos, nem mennek előre a dolgok. De ha itt rendeződött valami, és lezárulnak ezek a korlátozások, akkor előre mennek itt a dolgok, lesz újra életerő. Itt a mozgás jelenthet sportot vagy autót is. És itt vannak a lehetőségek ezt megvalósítani. Második hét, július hónapban itt látható, ez a férfi keresi a beszélgetéseket, itt baráti kapcsolatokról van szó, a munkájáról, a hivatásáról van szó, ő feléd tekint, te elvarázsolod őt a szépségeddel, erre utal ez a virágcsokor,
jelenti a te nőiességedet. A múltban voltak itt még fájdalmas emlékek, dolgok, ezt lezárjátok, hiszen a kasza ezt a kártyát eltávolítja, és akkor ő visszatér itt hozzád, magabiztos, kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Harmadik hét, július hónapban itt látható. Mindkét kártya utal a gyógyító erőre. Ez lehet a hivatásod, és a csillagkép jelent egy spirituális területet, itt a nap a sikereket, az energiát, és akkor a gyermek jelenthet egy új kezdetet is. Ha ez a kígyó az anyukádra utal, akkor itt meg lesz a gyógyulás. De ez a kígyó összefüggésben áll ezzel a kártyával, a horgonnyal, ami a munkát, a hivatást illeti. Itt egy nő eltávolodik a munkahelyről. Lehet, hogy ez előnyös, hiszen akkor ezek az emlékek elmúlnak, amikor valaki megpróbálta őt vagy téged megbántani. Lehet, hogy erről a kolléganőről van szó, és akkor itt újra meg lesz a nyilvánosság, az elismerés, a gyermek utal az ártatlanságra, egy új kezdetre, és a problémák, a nehézségek itt akkor lezárulnak. Utolsó hét, július hónapban, a múltban voltak itt átláthatatlan dolgok, ami az anyagiakat illeti, a családot illeti. Ez elmúlik, kisüt a nap, itt van a szerencse, itt van a remény, előre mennek a dolgok, itt vannak külföldi kapcsolatok is, ami előnyös. A múltban a hamisságok elmúlnak, hiszen a koporsó ezt lezárja. Itt lesznek fontos döntések, vagy találkozások, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy azt is jelentheti, hogy elérkezel itt ehhez a kereszteződéshez, elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, különösen ami az érzelmeidet, a szerelmet illeti, és a gyermek jelenthet gyermekeket, de utalhat egy új kezdetre is. Itt rendeződnek az anyagiak, itt a szerencse, ez lehet egy nyeremény is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!